Folytassuk is az emelőgépkezelő tételeket a 18. B tétellel. Hogyan történik a teher szabályos emelése és szállítása az emelőgéppel? Mit nevezünk próbaemelésnek? Hogyan történik a teher szabályos letétele? Kúcs és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk. Emelési művelet végrehajtása, próbaemelés menete, jelentősége, rakomány felvétele és rögzítése, szállítmány pozíció meghatározása, szállítási sebesség meghatározása, teherletétele és lekötözése. A helyét rendeltetés olyan változtató emelőgép esetében az emelési üzemmód indítás előtt oldani kell a közlekedési, szállítási üzemmód közben szükséges, elmozdulás elleni biztosításokat, például támasztékok, rögzítések, felépítmény, elfordulás, elleni biztosítás, horogszerkezet, rögzítést, amit itt láthatunk, illetve az emelési üzemmódban szükséges berendezéseket be kell iktatni, különös tekintettel a biztonsági berendezésekre. Támaszok alkalmazásakor működtetések előtt teszelni kell a futómű rugózását. Tehát reteszelni kell a futómű rogózását. Amennyiben azzal a gép fel van szerelve, a támaszok talajfogása szilárd legyen. A részben vagy teljesen gumikereken támaszkodó, vagy a megemelt terhet mozgató szállító emelőgépet csak akkor szabad működésbe hozni, ha a szállítási üzemmód szempontjából lényeges gépkönyvi előírások, nyomás, a hidraulikus vagy pneumatikus nyomás beállítása maradéktalanul megfelelnek a használati utasítás előírásának. A kerekeken támaszkodó emelőgépet rögzítő fékkel szükség esetén ferdett talajkerék támaszsal kerékkel is biztosítani kell elmozdulás ellen. Tilos a terhet tömeg ráhelyezésével vagy rákapaszkodással kiegyensúlyozni, emelőgéppel csak függőleges irányú erőhatást szabad kifejteni, kivéve ha az emelőgép ettől eltérő üzemmódban rendelt vagy dokumentáltan alkalmas. A terhet úgy kell emelni, mozgatni, hogy ne ütközzék más tárgyhoz. Érintkező tárgyak felemelése előtt a helyben maradó rész elmozdulás ellen biztosítani kell. A véghelyzet közelében a mozgást úgy kell vezérálni, hogy ne következzen be ütközés vagy lengés. A terhet először úgy kell megmozdítani, emelni vagy süllyeszteni, hogy az éppen csak elmozduljon az eredeti helyzetéből, majd mozgatást meg kell állítani. Ezt nevezzük próba emelésnek. A terhet tovább emelni vagy sűjesztést folytatni csak akkor szabad, ha a felerősítés az emelőmű fékjének működése rendben van, és a teher további mozgatása az emelőgép stabilitását nem veszélyezteti. Különleges emelési műveleteknél, például a két darus emelés, közterületen lévő emelés, egymás ható végzett emelés, az emelés technológiai utasítást Írásban minden részletre kiterjedően szakértővel kell elkészíthetni. Tehermozgatás, szállítás, lerakás. A teherfelvő eszközt vagy a terhet a használati utasítás figyelembevételével csak olyan útvonalon és magasságban szabad mozgatni, szállítani, ahol nem veszélyezteti az élet és vagy a biztonságot. A terhet csak olyan terület vagy épület felett szabad mozgatni, ahol nem tartózkodnak személyek, kivéve a külön jogszabály szerinti eseteket, valamint ha azt kiszolgált technológia szükségessé teszi. A terhet emelés és lehelyezés és közben kézzel megfogni és vezetni csak a következők szerint szabad. A tehertől nyújtott kartávolságra. Szabad lennünk, ide lerajzolok egy kis emberkét, pillanat. Tehát csak kinyújtott, nyújtott kortávolsága úgy kell elhelyezkedni, hogy terhet vezető kötöző mozgását semmi ne akadályozza. A kötözőnek tehervezetéskor tilos hátrafelé mozogni. A terhet olyan pontján kell megfogni, hogy a kéz ne sérülhessen meg. A terhet vámagasság felett nem szabad vezetni. A megemelt teher emelésszállítás közbeni megvezetéskor, ha szükséges, csak biztonságos segédeszközt szabad használni. A terhet csak akkor szabad lerakni, ha a terület a teher lerakása. Előkészített állapotban van és akadásra alkalmas. A terület közlekedés szállítás vagy egyéb munkavégzés céljára nincs kijelölve és még a felület teherbírása megfelel a teher tömegének. Tehát munkaterületre tilos rakni a teheret, ebből az következik, meg közlekedési utakra csak oda szabad tenni, ahol ki van jelölve a teher helye, vagy a rakodás helye, illetve az a rakodási hely megfelel a teherbírási követelményeknek. Tehát elbírja azt, ami az éppen aktuális terhünk tömege. És nagyjából szerintem ez a 18. BT-tel ennyi is lett volna, úgyhogy sziasztok, további jó tanulást!